Na hát, ezt a videót, ezt igaziból a Gergőnek készíteném, hogy hogyan is kell küldetést szerkeszteni. Az a helyzet, hogy én régi küldetés szerkesztő vagyok, de nem ebben az új editorban. Ebben még igaziból soha az életben nem szerkesztettem. És igaziból, ha most szerkesztenék, azt se így csinálnám, hanem ilyen külső skriptekkel, de most szeretném megmutatni a Gergőnek, hogy hogyan kell csak az editorban küldetéseket szerkeszteni. Tanulán vagyunk, és azt álltam ki, hogy olyasmi lesz a küldetés, hogy mi vagyunk két sniper, illetve az egyik az a spotter, és valahogy el kell jutni erre, ez ugye a maga a vulkán itt a Tanoa szigetén, és akkor nem tudom, valahol, amire rá tudunk látni, majd meg kell néznem, hogy hova tudunk rá le, ott lesz egy bázis, vagy valami, és ott lesz a gonosz, akit ki kell nyírni, persze ahhoz, hogy ide eljussunk, ezek itt járőröznek, azokat ki kell cselezni, stb. Eredetileg azt terveztem, hogy csónakkal fogunk valahonnan jönni, de ez lehet, hogy hosszú út lenne, ezért most azt álltam ki, hogy ejtőernyőzünk mondjuk valahova ide, és akkor innen kell elmenni ide, és akkor innen fogunk lelőni valakit. Igen. Először is találjuk ki a két játékost. Azért ide teszem őket, majd nem itt lesznek, hogy innen megnézzük, hogy mire látunk rá. Tehát itt választhatunk, hogy mi egy valami szemét szeretnénk letenni. NATO-t, igen. És azon belül ember, de igen, van ilyen NATO Pacific, az ugye jobban passzol a Tanoához, úgyhogy itt keresünk. Ó, Special Forces is van, és itt keresünk valami sniper-szerűsége. Ez elég jó, de inkább egy spottertel, vagy valami ilyesmit van itt. Aha, ő. Jó, az lesz a főnök, azért ő lesz a főnök, mert akkor ő ki tudja jelölni a célt a snipernek, melyik legyen. Hát viccből legyen ez, aztán majd legfeljebb változtatunk. Letettük a két emberkéknek. Most, hogyha átváltunk, mert ez a térképüzemmód igaziból így indul a... ezt elrontottam, bocsánat. Át kell tennünk ide a kamerát, hogy lássuk is, hogy mi a helyzet. Akkor most átváltunk, és akkor itt van a két emberünk, akiket lehet elejezni, a főnök, ő a player, ő pedig egy AI egyelőre, de hogyha kétszer ráklikkelünk, akkor feljön a kis beállító ablak, ahol mindenféle dolgokat beállíthatunk. Ez a skill, ez ugye csak akkor érdekes, hogyha AI-ról van szó, de mi azt szeretnénk, hogy ez egy play able legyen. Jó, még itt millió dolgot lehetne majd állítani, majd fogunk is, de egyelőre legyen ez. És azt kéne még, hogy ő legyen a parancsnoka. Ehhez ez nem kell, de mégiscsak hagy legyek már őrmester. Jó, legyen a Gergő is őrmester. Oké. Okay. És kössük össze őket. Hát, ez jó kérdés. Hogy lehet belőlük grupot csinálni. Itt alul látszik, ki volt írva, hogy Group 2, az Control, és a... Hát, reméljük, most ő a beosztottan. Igen, és ha már itt tartunk, nézzük amúgy, hát nagyon rossz helyen vagyunk, benne a kráterbe, tehát innen semmit sem fogunk látni, úgyhogy kijelöltem a mind a két fickót, és tegyük ők. Hé, ezek fölkerültek a fenébe. Lehet ugyanígy szintén itt a jobb alsó sarokban látjuk, hogy set altitude, azaz alt, és a nyíl, jó, ötletettük. Jó. Hát akár nézzük is meg, hogy mi lett, kipróbáljuk. És itt van a kis AI, és elég jó a rálátásuk, tehát itt tényleg lehet majd sniperkedni nyugodtan.
Nézzük meg a távcsővel. Tehát gyakorlatilag akárhova lehet majd tenni azt a célpontot, akit meg kell ölnünk. Ezt meg kitaláljuk, majd valóban megcsináljuk. Igen, lépjünk is vissza a szerkesztőbe. Igen. És akkor ez a két fickó, ez olyan felszereléssel van ellátva, amit ugye defaultba ad neki a csehek, de van egy lehetőség, hogy meghívjuk rájuk azt a szerkesztőt, amiben a felszerelésüket tudjuk szerkeszteni. Csak keresem, hogy hol a fenében van. Nem találom. De biztos, hogy meg lehet rá hívni. Igen, állítgathatunk mindenféle dolgokat, hogy milyen legyen az akcentusa, milyen legyen a bőre. Na, legyünk rasszista. Fehér bőrű. Jó. A fenébe. Hol lehet ezt állítani? Tudkodj lehet. És most nem emlékszem. Igen, ezt az editort tényleg soha nem használtam. Jó klik. Ah, ez az. Edit loadout. Akkor bejön ez a virtuál arzenál, és itt mindenfélét lehet nekiállítani. És meséltem, mégis ez se egy rossz puska. Hát hagyjuk ezt meg. De azért, biztos, ami biztos, tegyünk. Ja, de ilyenkor nem tehetünk be neki. Aha. Ugye a Gergő nagyon szereti az éjjellátós hőkamerás távcsöveket. Végül is keríthetünk neki egy olyat. Ezt mondjuk. Láthatóan ez sokkal szarabb, mint a másik. De valami, ja igen, és mindenképpen adjunk rá egy, nem lett hangtompítót? Az kemény. Akkor viszont adjunk neki egy hangtompítós pisztolyt. Mert azért, amíg eljutunk erre a helyszínre, addig azért össze fogunk találkozni gonoszokkal, és tudja már szerencsétlen lőni őket. Jó, ezt tudjuk, ez a ruhája. Igen, van egy elég kis béna, tehát hogyha ebbe eltalálják, akkor kampó. Jó kicsi mellény, de adhatunk egy viszonylag komolyabbat is neki. Az lenne jó, ha olyat adnánk, ami mégis ebbe is lehet tölteni. Hogy igen, hát ez nagyon jól véd, de cserébe bazi nehéz. Igen. Nem volt rossz az a ami volt. Csak azt nézem, hogy a load nincs olyan, amelyiknek nagyobb a loadja, de hát jó, jó lesz ez akkor. Oké, és nézzük meg, hogy mi van benne. Hát három lőszer van hozzá. Még valamennyi. Ez ugyanaz a lőszer? Igen. Még van. Vagy ez... Hát ezt nem tesszük. Ez lehet, hogy ez ugyanaz a három. És azt hiszem, itt más nincs, jó? Hát ez mi a fenének? Ezt kivesszük. Ez se kell. Persze. Hát, igen, na, ez érdekes, hogy ugye bevédjük magunkat. Milyen más dolog van? Ezt nagyon szereti. Jobból legyen kettős. Igen, hát ide jó lenne egy másik távcsövet is betenni, de nem tudom. Nincs hátizsákja, de viccből egy ilyen kicsi hátizsákot adhatunk, úgyse látszik. Viszont legalább pakolhatunk bele. Lőszeréből, meg majd ebbe tesszük bele egy scripttel azt a másik távcsövet, azt a kalibát, vagy valamelyik komolyabb távcsövet. Jó, sisakja az nincs. És akkor az éjjellátóról beszélgessünk egy kicsit. Ez ugye a klasszik éjjellátó, de ezzel
láthatunk ezzel van hőkamera A is, ami hasznos. Úgyhogy hagyjuk azt a Gergőnek. Jó, távcső, az komoly. Térkép van, GPS van, rádió van. Jó, a többi mind van. Hát, mondjuk azt, hogy oké. Jól, tehát szereltük. Nézzünk meg engem. Én elégedett vagyok ezzel a fegyverrel, csak mindenképp tegyünk rá hangtompítót, hogy én azért tudjam védeni a Gergőt. Jó, az nem kell. Pisztoly, hát ha jön, akkor kell hozzá. Hangtompító, az tök okés. Ez is tök okés. Mennyi lőszer van? Egy. Pisztoly azon kettő. Hát ez azért így ebben a formában kevés. Ez mi a francia? Ez a sok minden. Igen. Hát gránát. Ne gránátozzunk. Ez most legyen egyfajta csendes akció, ahol mindenképpen csendesek leszünk. Jó, oké. Az azért legyen. És meddig itt akarok. Jó. Rendben. Én is kérek egy ilyen mini hátizsákot. Jó. Abban legyen betöltetett ilyen lőszer. Okés. Sisak nekem sincs. Nekem is az éjjel látom legyen komolyabb. Hát, vagy lehet azt is, hogy ilyen iránit kérek, ami egy kicsit más tud. És akkor majd cserélgetjük, hogyha valamelyikünknek jobb az. Jó. Ennyi elég. Jó. Na, ezek vagyunk mi. Ugye majd át kell állítani éjszakára, mert azt szeretném, hogy éjszakai küldetés legyen. És akkor tegyük le egyből a célpontot is. Valahova. Hát ugye majd köré kéne építeni egy bázis, de legyen mondjuk ez a templom, legyen az, hogy itt beszélget a csávó. És akkor keresünk egy ellenséget, nem szízetes lesz, nem vagy az legyen. Ezt nem látom, hogy itt hol van a híres szindikát. Ez az. Man story, az jó lesz. Fú, egy nagyon gonosz ember, jó lesz ő nekünk. Őt letesszük. Igen, azt kell róla neki mondani, hogy semmiképpen se fogja így a fegyverét, mert ez fúgáz. Persze legyen kolonál nagyon jó, álljon, viszont a behavior-je, ezt nem lehet így ennél állítani? Legyen neve, az fontos, mert ugye, hogyha meghal, akkor ki kell nyírnunk. Legyen ő a kolonál 1, col 1. Persze, legyen azért. Jó, ne legyen nagyon. Jó. Nem lehet behavior-t állítani neki. De szor ez a szerkesztő. Jó. Jó. Hát akkor ide be kell írni, hogy this az ő. Set behavior safe. Ez te ostoba, hogy ezt nem lehet. Jó, és azért ne ilyen hülyén álljon itt, hanem valakivel beszélgessen, tegyünk oda neki egy szindikát, tust, egy paramilitari, ez jó lesz ki. Valami ilyen ostoba fickóval beszélgessen, hogy kell shift, és az ővel meg tudom fordítani, így, jó. Oké, ne legyen egy, ja, ne legyen egy grupa senkivel, ezt elvettem, és na, ezt most elfelejtettem, de valahogy lehet nekik mondani azt, hogy
hogy ő csak így álljon és beszélgessen. De most azt fejből nem tudom, annak majd utána kell nézni, mert ez így elég gáz, hogy így fegyvert fog a parancsnokára. Mondjuk azt neki is megmondhatjuk, hogy legyen safe pozícióban. És ő is így átugáljon. Jó, hát ez most ezt nem ezt csinálja, de majd látni fogjuk. És kell egy trigger nekünk. Ő, amelyiknek nincs kiterjedése. És az a conditionje, hogy a colonel 1, alive colonel 1, de nem ez, hanem ezt még tagadjuk. Ó, ez magyarra van állítva. Az én billentyűzetem magyarra van állítva. Not alive colonel 1, és akkor kell valami activation, legyen mondjuk az, hogy vége 1, egyenlő true. Legyen benne egy olyan, valahol lehet neki adni egy olyat, hogy egy időzítés, igen. Hogy azért, ha lelőjük, ne azonnal, nem mondjuk, mit tudom én, 5 másodperc múlva aktivizálódjon csak ez. Hogy vége true. És akkor végül is ne bonyolítsuk ezt túl, hanem a type-ja az lesz, hogy end egy. Jó. Oké. Okay. Tehát véget fog érni a küldetés, ha ezt a csávót lelőjük. Ennél persze szebb dolgokat kell csinálni majd, hogy azonnal aktivizálódik egy csomó csapat, aki elkezdi keresni a snipert, és ezért üldöznek nekünk, meg menekülnünk kell. De most egyelőre legyen ennyi. Ez egy tök egyszerű küldetést raktunk össze, most ki is próbáljuk, hogy csak nem a playerrel fogom kipróbálni, mert annak szar a puskája, hanem ő vele, a Gergővel. Hát, lehet, hogy visszasírom azt a híres távcsövet. Hoppá, szar családok. Ja, templom. Hol van a templom? Na, a kertjében van. Csóviken. Bakter. Ó, hát szarcsa fogunk látni. Ott van. Te jó ég. 1200 méterre? Na, Gergő fel a fejjel. Hát ezzel a tárcsővel biztos nem fogsz lelőni senkit, de átállítottam ezért. Tegyük le a C. Oké. Próbáljuk meg lelőni. Ó, talált! Nagyon jó. Hopp, mission completed. Jó van. Működik a dolog. Akkor most legyen az, hogy ezt a két kis fickót ezt ugye eltesszük, mert ide majd el kell jutni. És vagy kell itt mozogni a térképen. Jó, őket elvisszük valahova. Azt beszéltük, hogy valahol itt az erdőbe fognak leesni ejtőernyővel, de mondjuk itt ez viszonylag nyugis hely. Jó, az jó a levegőben, csak még tegyük följebb őket. Alt. És igen, és nem tudom, milyen magasan vannak. És valahogy ide lehet tenni két ejtőernyőt. Azok vehicle-nek számítanak, tehát ez egy autó igaziból. Elvileg itt rá lehet keresni. Még sose próbáltam. Paramedic, paratrooper. Nincs maga a parachute, az nem egy jármű. Régen le lehetett itt tenni. Egy járműt. Ként az ejtőernyőt. Ő, de szar. Meg ez sincs. Hú, de béna. És, ja, lehet, hogy itt van. Itt van. De ez csak egy backpack. Ez jump target.
Igen, tehát ez egy hátizsák. Mármint, hogy az összecsukott ejtőernyő. Hát ez jó szerint. Jó, akkor egyenlőre legyen az, hogy ezek a fickók, ezek innen kezdenek az erdőben, minthogyha leestek volna ejtőernyővel, aztán majd meglátjuk. Jó, és akkor ezt a hegyet természetesen védeni fogják a gonoszék. Na, és akkor az hogyan megy? Fogunk szindikéteseket, közt nem kell rákeresni. Jó, ráadásul legyen, egyből átváltottam grupra. Nem, köszönöm, a szindikét jó lesz. Bandit Combat Group, ez nem kell, valami ilyen pici Fire Team. Ez ennyiből áll. Hány? Három? Jó lesz. Aztán, ne, négy arra. Jó, ebből azért egy párat meg fog szüntetni, mondjuk vegyük ki ezt a csávót. Igaziból a kettő az jobb lenne. Ilyen két fős, majd a másik grupba többet fogok. Jó. És akkor neki kell adni úgynevezett waypointokat. Hogy azt hiszem, hogy na ezt például ezt az új waypoint rendszert, ezt annyira nem ismerem, hogy hogy a fenébe, hogy hol van a move, hogy ezt komolyan így egyenként le kell tennem, nem. Hogy a fenébe lehet neki adni egy move-ot. De hiába. Nézzük meg a térképen, hogy ő tesz le valamit. Itt a group, sőt, ez a group. Tényleg, itt bocsánat, visszamegyek erre a fickóra, hogy neki a groupjába lehet, hogy ott lehet állítani. Aha! Ott lehet állítani azt, amit az előbb nem sikerült, hogy ő safe legyen. Vagy konkrétan kár lesz. És akkor erre nem lesz szükség, amit itt beleraktam. Ezt most vettem észre. Hogy ő is legyen safe. Oké, és akkor nincs erre szükség. Jó? Na, hát hogy a fenébe kell waypointokat letenni? Azért ez a régi editor, ez sokkal jobb volt. Lássuk be, testvérek között is. Move, aha. Most ez miért jelent itt hirtelen meg? Na jó, menjen ide. Aztán most nem mondod, hogy állandóan oda kell. Fú, de gáz. És hogyha lenyomom a múlt kontrollt. Jó. Igen, és akkor itt egy olyat kell letennünk, ami az utolsó, az egy szájka közelehez, és ő össze is húzta nyillal, ez azt jelenti, hogy így fog körbe-körbe menni. Na már most, ez így tök jó, meg minden, csak teljesen kiszámítható. Mi elindulunk, addigra kb. Ideérnek, és akkor mire fölmászunk ide, szóval hogy így lehet tudni, hogy mi van. Hogy merre mászkálnak. Ezért erre én normál esetben scriptet szoktam használni, de lehet olyat is csinálni, hogy fogod ezt a move waypointot, eleve mindenképpen legyen diamond, legyen limited, hogy ők őt itt sétálgatnak, és a combat behavior, ez legyen safe. Tehát, hogy ők itt járőröznek, nyugi van, hátra vett a puska, stb. És igen, ő nem ez timer. Hol a fenőben van? Régiben lehetett olyat, hogy van egy rádiusz, amin belül lehet ilyet, hogy ja nem, jó. Azért választottam a diamondot, mert az a legkevésbé, ami úgy néz ki, mintha
hogyha formációba mennének, és azért ezek ilyen szaros kis terroristák, tehát hogy is nehogy már ők formációba menjenek, biztos, hogy össze-vissza lesznek. És egy olyat szeretnék találni, amivel megnövelhetem a rádiuszát ennek a waypointnek, ami azt jelenti, hogy fogalmunk sincs, hogy azon a körön belül ez lesz az. Ja, hogy mennyire közel. Jó. Tehát például ezt azt mondom, hogy 50 méter, ez ki is, és ez azt jelenti, hogy ő nem ide fog, most mi történt itt? Hogy nem feltétlenül ide fog jönni, hanem vagy ide, vagy ide, vagy ide, és hogyha ezt még nagyobbra vesszük, ezt az 50-et, már pedig tesszük mondjuk, nem tudom, 350-re, akkor az már elég random. És ha mindegyiket, akkor ez össze-vissza fog itt mászkálni. És fogalmunk sincs, hogy mikor ér vissza. Na, egyiket átírjuk. 350-re. És azért olyan nagyon sok ellenség nem kéne, mert mi most ilyen kis kezdőbének vagyunk. De azért valamennyi még legyen, ne csak ez a két fős járőr. Hanem még itt az erdőbe is legyen valamennyi, mert ugye gondolom minden megyünk ide. Ja, fontos. Tegyünk ide ennek a szerencsét. Most egy, mi kezdjük ezt a küldetést, és nem értünk. Nem tudjuk, hogy mi a feladat. Itt egy marker. És tegyünk oda valami szép kis markert neki. Mi ez? Ja, ezek ilyen NATO jelek. Az se kell. Hát, lehet, akkor már legyen rajzolt. Ez jó lesz. Ide tesszük. Legyen kék. Sőt, legyen blue for kék. És ő lesz a spot. Jó, kell egy neve is. Ugye az egyik a felirata, a másik a neve. A nevére ugye a scriptekbe hivatkozhatunk. A spot, a neve meg ki lesz írva. A felirata meg ki lesz írva. És akkor ez lesz az a hely, ahova el kell jönni. Majd egy taskot is teszünk rá. Hogy ide kell eljönni, és akkor innen kell valahol kinyírni. Az, hogy kinyírni, ezt ne jelöljük meg pontosan, hogy őt ki szeretnénk nyírni, vagy a pontos helyét semmiképpen ne jelöljük ki, hanem valahogy lehetett olyat csinálni, ez az, hogy egy ilyen kör alakú valamit szeretnénk letenni, legyen üres, tehát csak bordere legyen, ez jó, ez igen. Mi? Nem lehet szín neki. Akkor melyik gondok vannak? Jó, a méret ez legyen bazi nagy. Tök mindegy. Szóval fogalmunk sincs, hogy hol van a szerencsétlen tábornok, vagy mi ezredes, akit ki kell nyírni. Most itt mi történik? Ez még, ja nem, mondjuk ennyi. Egy kicsit arrébb, hogy ne triviálisan a közepe legyen. Jó lenne, hogyha ezt lehetne még állítani dolgokat. Ez biztos, hogy ez a gridezés, ez nagyon idegesítő, az ne legyen. Miért nem lehet a színét állítani? Miért csak fekete lehet? Na jó, és mindegy. Ez még rondább. Ez ne legyen. És főleg mi a tökömér nem lehet a színét állítani ennek a markernek. Na jó. Jó, így fogjuk megadni neki. És még esetleg azt is, hogy kb. Honnan indulunk, azért ne tök onnan, de van itt egy start jel. Ez az. Innen indulunk. Azért legyen ez is. Azt nem, az alfa az jó, nem blue for. Jó. Ez majd a taskokhoz kell, hogy
rá tudjon menni, amikor a briefinget olvassa, hogy honnan indul, hova kell mennie, kit kell megölni. Vagy legyen valahol egy extraction point is, mit tudom, valahol itt, és itt várja egy hajó, és kiviszi őket. Igen, tegyünk még be ilyen gonoszkákat. Az mi volt? Fire team. Igen, tegyünk egyet ide. Hé. Hey. Igen, szedjük ki belőle. Mondjuk egy medik legyen benne. Ő ne legyen, mert a másikban ő volt. Jó, ez szuper. És most kíváncsi ezek, hogy most sikerül-e. Mi a franc volt azzal a múlva? Na jó. És akkor... Így jó, ez nem kell, hanem kell még egy szájka. Hol? Igen, és nála is. Ja, az első, mondjuk meg, hogy ő ilyen legyen, ilyen. Én nem, azt ne változtassuk. Nem szép. A careless az még lazább csávó, csak azzal, az a baj, hogy azt hiszem, hogy abból nem tud átmenni támadásba. Tehát ő annyira careless, hogy csak na. És ezért jobb a safe, mert akkor ilyen kis lazán sétálgat, de ha mi rálövünk, akkor átalakul harcossá. Mármint a behavior-je. Jó. Ez is viszonylag random, hogy hova fog menni. Oké. Okay. Nézzük meg a... Igen, hát majd ezt a várost is meg kéne töltenünk akár autókkal. Ja igen, akkor már beszélgessünk kicsit a járművekről is. Nagyon zöld, nem men, hanem mondjuk cars. Van olyan, ami géppuskás. Azt ne AF legyen, bocs. Ezeknek nincs fegyveres autójuk. Azt a tekemény csávó. Tényleg, de szararca. Hát akkor kénytek vagyunk nekik adni egy OOF-es, ez jó lesz. Egy ilyen fia offroadot, amin géppuska van. Na most ugye, ha én ezt így leteszem, már pedig először leteszem, elfordítjuk, hogy nem alta kell, hanem shift-en. Hogy irányba álljon, arra felé. Akkor ebben AF-esek fognak, nem, ez egy fiások, tehát fiások fognak ülni. Ami ugye nem stimmel a történetben, mert a szindikat itt az ellenség, úgyhogy ilyenkor kiterüljük, és úgy kell letenni ezt a armadet, hogy közben nyomni kell, vagy a altot talán. Igen, nagyon jó. És ilyenkor tök üresen rakjuk le, teljesen üres, és fogunk egy szindikatos fickót, valami ostobát, egy ilyen smugglert, és valahogy betesszük. Be lehet itt tenni? Nem, ez nem jött be. És kell még egy, mert ugye az egyik a sofőr, a másik a géppuskás legyen. Ez jó. Oké, de hogy lehet őket betenni? Valahogy bele. Ez ő. Igen. Be lehet ide húzni. Nem. Valahogy pedig bele... Valahogy be lehet tenni őt az autóba. Hát akkor nézzük meg, hogy connect. Rope. Trigger. Nem. Vagy a fenébe lehet őt betenni. Hát igen. Bekerült sofőrbe. Hát most az előbb még nem került be. Hopp, bekerült lövésznek. Reméljük. Jó, benn vannak. Szindikatosok egy fiás autóba. És akkor ennek is adjunk szépen egy move-ot. Mi van? Most komolyan. Most mi a gond?
Hát, ja, ezt nem teljesen értem, de most megy a... Mi? Menjél már arrébb, hé! Most mi folyik itt? Jó. Ő így át fog menni a városon, mert járőrözik, és mondjuk ide megy. És igen, fontos, hogy ő is legyen. Neki tök mindegy a formáció, mert ő egyedül van. Viszont ő is legyen safe. Ilyenkor a lámpát fölkapcsolja. Tényleg még a sebességet, hogy ne száguldozzon. Bár, de száguldozzon. Elszarom. Jó, és tegyünk még egy move-on vissza. Ilyenkor miért? Olyankor nem lehet használni a iránymutatót, hogyha... Ki van? Oh, igen. Jó. Visszatér ide. És aztán kell egy... Hol volt? Ja, ide. Igen. Kell egy cycle. Jó, és akkor ez itt föl alá fog. És mivel safe-re állítottuk, ezért ő nem fog itt átvágni a mezőn, jó esetben, hanem a safe-ben lévők, azok az utat választják. Jó. Akkor, hát ami most necces lesz, mert nem emlékszem, az a... az, hogy legyen briefingje. Először azért mentsük el. Van beállítva valami autószév, de az most annyira nem érdekel. Én mindenképpen szévezzel menteném el. Azért nem szévvel, majd mindjárt mutatom miért. Igen, elnevezzük, hogy... Tök mindegy, valaminek. És ez nagyon fontos, ez a binaryze, hogy azt mindenképp azt kell mondani, hogy ne. Itt defaultban benn van egy pipa, én nekem be kell tájtani a settingsbe, hogy ne legyen defaultban, mert így egy ilyen olvasható fájl, és néha kell benne manipulálnunk. Viszont, hogyha binarizálja, akkor abból az életben már nem lesz soha. Tehát vissza már nem lehet alakítani, egyszer így elmentetted. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez mindig szedjed ki a pipát, állítsd be, hogy soha ne is legyen. Jó, elmentjük. Mi volt ez a csippogás? Jó. És akkor nézzük meg, hogy igen. Megmutatom először azt, hogy most éjszakává varázsoljuk a terepet. Hát itt ezeket annyira nem ismerem. Ki magam. Ez jó lesz nekünk? Igen, itt van a dátum. Június 6-a, persze. És hogy hány óra van, dél van. És akkor azt mondjuk, hogy mondjuk legyen tök mindegy. 3. Jó. Ting! Brutális. Már nem is tudunk szerkeszteni semmit, mert fog sötét van. És lehet még olyan dolgokat megadni itt, hogy essen az eső, legyen köd, és többi. Igen. Lightnings. Az jó. Az jó. Na jó, hagyjuk. Jó. Valahol be lehet állítani a szkenáriónak a mindjárt jó. A nevét. Hát komolyan mondom. Nem a Intelben van. Régen itt volt. Apám. Tök nem ismerem ki. A new open tab publish. Ja. Hát jó, na mindegy. Akkor most a nevét nem tudjuk megadni. De egyelőre nem is baj. Nézzük meg, igen. Vannak ilyen... Igen. Ez a system. Vannak a logikok. Ezt azért... ez a legszimpább logic, egy ilyet leteszek. Ez semmi. Ez soha nem fog látszani a küldetésben. Ez a szerkesztőknek van. Például vannak egy példák. Hogy ide beteszem erre a bázisra, és itt a sztori szerint alszanak a házban a katonák,
De ha lelövöd azt a izét, akkor itt megszólal a riadó, és előrohannak a házakból, és hátba támadnak. És akkor erre a logikra lehet spannolni katonákat, mert hogy ezt elnevezed annak, hogy egy, és akkor onnantól kezdve erre már lehet. De nem ezt akartam főleg, mert ezt most nem mutatnám meg részletesen, de lehet értsen. És vannak a modulok. A modulok az igazából skriptek, csak olyan skriptek, amit ezek a csehek készítettek, és ezért ilyen viszonylag egyszerűen letehető. Mondok egy példát. Tűz. Tessék, mondjuk ez a trafóház, vagy nem tudom, mi ez kigyulladt. És akkor most ez itt nem látszik, de ha elindul, majd a küldetés között itt lángolni fog. Igen. Ez nagyon vicces. Leteszel egy ilyet, akkor így oda fog így a semmibe generálni egy ilyen repülőt, és ahova megadod például ennek a logicot, így behúzod ilyen színkel, akkor hogyha ezt a modult valami aktiválja, mint egy trigger, hogy te ideértél, akkor így végig géppuskázza ezt a területet, de ez most nem kell. Nem ezt akarom. Hanem igaziból itt meg lehet olyanokat csinálni, hogy például biztos, hogy meg lehet valahogy csinálni azt a cseh újraélesztős szkriptet ilyen modulból, csak fogalmam sincs, melyik az. Nem is ezt akarom, hanem... Ah, igen, ez az. Azt mondja, hogy create task, az kell nekünk. Bocs, átváltok térképre, mert ez egy kicsit zavar. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Csinálunk egy taskot. Legyen task 1. Mi? Ez nem ugyanez? Kipróbáljuk. Azt hittem. Igen, elvileg ő lehet ilyen fa alakzatban subtask, de most az nem kell, hanem mit tudom én, advanced to spot. Jó, egyelőre üres, mert legyen assigned. Jó, marker, igen, az van hozzá, méghozzá az a neve, hogy spot. Remélem, hogy itt arra gondolt task type, nincs ilyen, hogy menés. Move, az jó. Legyen. Persze, always easy black. Ki a szart érdekel. Ja, ez elmesél, hogy hogy kell használni. Jó. És várjál, valahol még megvan, hogy kiknek akarom ezt odaadni, ezt a taskot, és én azt akarom mondani, hogy minden blue forosnak. Ó, igen, igen, igen. Ez az. Mindenki, mert ugye csak mi ketten vagyunk blueforosak, nekünk legyen meg ez a task. Kíváncsi vagyok, hogy ez így lesz-e. Indítsuk el. Tényleg kapunk-e ilyet. Feladatot. Ú, de jót semmit se látok. Jó. És nézzük meg, hogy kaptunk-e. És igen. De basszus. Tök rossz helyre mutat. Nekünk azt kéne, hogy oda mutassam. Ezt az ostobánkot. Jó. Akkor ezt nem így kell. Igen, azt akkor még... vagy a fenébe kell akkor. Azt hittem, hogy... Mert ez a neve a markerünknek. Hát, akkor, bocs, akkor ez igaziból ide kell tennünk, és akkor ő ott lesz, mert valamilyen okból kifolyólag ott lesz, ahova tesszük. Nem is az előbb az volt. Viszont kell csinálnunk ugye egy triggert, hogyha mi odaérünk, most miért nem bírsz menni?
Nem értem ezt az irányítást. Mennyi. Hol vagyunk mi? Itt. Kell egy trigger. Á, ne. De, á, de. Jó, legyen mondjuk egy 20 méteres. Igen. És ezt valahogy magunkra kéne kötni. Tehát. Nem. Nem, ilyet nem lehet. Jó, és meg lehet azt mondani neki, hogy nem az owner, hé. Nincs típusa. Present kell, de nekem nem a owner, hanem any group member. Ez az. És akkor azt kell csinálni, ha any group member oda, ja. Igen, ide érkezik erre a spotra, akkor lesz egy olyan, ahol, bocsánat, visszamegyek a set tasks. Így kell destination megadni neki. Jó, mindegy. Leteszem ezt. Ennek a ő a nem tudom, főnöke, de igen, ez nem jön, de elvettük. Sync to owner. Az meg a mennyi. Szús. Jó, mindegy, úgyis oda kell tennünk, mert le akarjuk tesztelni, hogy mi történik, hogyha bemegy a triggerbe, szóval nyugodtan ide hozhatjuk a kis mesterlövészkéinket. Jó, és akkor ő owner, beállítjuk ezt. Jó. És akkor ő az ownere, ő fogja aktiválni ezt a triggert, viszont ő meg valahogy szinkronizálja azt a státuszt, hogy az ő főnökét állítsa át arra, hogy succeed, ez az. És visszavonult any group member. Nézzük meg, hogy működik-e. De jó sokat látni. Na, erre kell menni. Működik. Task completed. Na, kaptam a segítő közben üzenetet. Jó. És akkor ugyanígy meg kell csinálnunk azt, hogy ne vége legyen a küldetésnek, hogyha lelőjük ezt a szerencsétlent, hanem keletkezzen itt. Aha, kell csinálnunk egy tök új taskot. Azt mondjuk, hogy task. Ő, neki lesz az a neve, hogy Kill the Colonel. Colonel. Jó, ő egy üres, igen, created legyen, és akkor legyen kill. Itt láttam valahol egy olyat, hogy kill. Jó, ja, neki is legyen neve. Legyen jó a task 2. Nem. Bocs. Igen. És őt meg szinkronizáljuk őt is be. Akkor keletkezzen ez a task, hogyha elértünk ide. Nem biztos, hogy ez így megy. De az biztos megy, hogyha szedjük ki. Oh-oh. Biztos, amit nagyon akar a segít. Na. Task state, az biztos. És legyen olyan, hogy created. Ez. Jó. És akkor ő legyen összeszinkronizálva ezzel. Aztán meg
Ezzel. Jó. És akkor létrejön ő. És ha már létrejött, próbáljuk már ki azt, hogy tényleg meg lehet-e mondani azt, hogy mi az ő helyzete. Azért szinkronizáljuk össze ezzel. És őt tegyük be valahova oda. Igaziból direkt nem a csávókámhoz, hanem ehhez a markerhez tesszük. Plusz legyen még egy, ami viszont akkor teszi őt szakszítá, ha ez, ha megöltük. Igen, és még össze is kötjük. Ezzel. Hát látsuk. Ú, nem ezzel kell. Rossz. Ó, ezzel is össze van kötve. Ilyenkor nem tudom, hogy hogyan. Hogy lehet ki lehet. Ah, ki lehet törölni. Delete-tel kitöröltem. Nézzük meg, hogy ez így igaz-e. Ez az elképzelés. Ilyet soha az életben nem csináltam, csak mondom. Jó, az megvan. A másik nem keletkezett, vagy legalábbis nem tudok róla. Aha, rohadtul nincs ott. Ájjajjajjajjaj. Hát, a fenébe. Jó, akkor ezt szedjük ki. És... Ja, persze. Ez lehet, hogy jó lett volna. Van undo benne, kézzétek el. Ez viszont jó dolog, ez ilyen nem volt. Hopp. És az történt, hogy ő nem a Blue Force-os, oké. Hanem... Hol van az, hogy ki ilyet az? Ez legyen minden Blue Force. Jó. Bocs, még egyszer. Megnézzük. Jó. Completed, completed. És megkaptam az... Jaj, szuper jó. Hát most ezzel a puskával nem tudom lelőni. Csak azzal. De valószínűleg ugyanez fog. Szóval meg lesz a task. És akkor, mivel a Sögyi nagyon akar valamit, ezért elmentjük ezt a küldetést. Ráadásul nem csak, hogy elmentjük, hanem át is alakítjuk szkenárióvá, jó? Azt mondjuk, hogy szkenárió, export, és lehet egyből multiplayer-re, single player-re alakítom. Most a single player-re alakítom. Igen, majd mindjárt megnézzük, de azért megmutatom, hogy és itt publisolni is lehet a Steam Workshop, hogyha annyira frankó lett a küldetés, akkor oda lehet rakni. Jó, ez el van mentve. Nézzük meg, hogy milyen lett, hogy ott van-e tényleg a single player szkenáriók között. Mi volt valami sniper? Baróra nincs itt, vagy legalábbis én nem látom. Igen, az szomorú, hogy nem volt neki neve. Tehát, hogy azt nem láttam, hogy fáj neve van. Ha, de itt van, tényleg. Jó. Tehát a üldetés létezik, most persze tök rossz helyen vagyunk. De abszolút. Ott van az is, sőt, ki van pipálva. Ez nem jó. De, ja, mert folytatni. Na jó, szóval még van bele küzdés, de ja, lehet, hogy azt nyomtam, hogy resume. Nem, play-t nyomtam. Hát, jó. Azt nem értem, hogy ő miért van kipipálva. De majd ezzel is el lehet még küzdeni. De így már el lehet kezdeni csinálni egy saját küldetést.
beszélgetést. Úgyhogy sok sikert!